Már csak két nap, legutoljára 15 évvel ezelőtt láthatunk miniszterelnök jelölti vitát Magyarországon, de most vasárnap itt az ATV-n 20, 20 óra 25 perckor ismét szemtanúi lehetünk az első miniszterelnök jelölti vitának Simon András kollégánk vezeti. Ő is itt van már a stúdióban, egy bejátszás után vele fogunk beszélgetni. Legutóbb 15 évvel ezelőtt láthatott miniszterelnök jelölti vitát Magyarország. 2006 óta nem rendeztek ilyen országos jelentőségű politikai eseményt. Most vasárnap viszont az ATV stúdiójában vitázhatnak az előválasztás miniszterelnök jelöltjei. Ide jön majd öt ember, és mindegyik azért érkezik, hogy legyőzze a másikat. De közben ők öten egyfajta stratégiai szövetségre léptek, sőt, hát végül is még egy programot is közösen alkottak. Engem viszont nem az érdekel, hogy mik az azonosságok, hanem az, hogy mik a különbsége. A miniszterelnök jelölti előválasztáson Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Jakab Péter részvétele már korábban hivatalossá vált. Márkizai Péter és Fekete Győr András jelöltségét most arra fogadta el az Országos Előválasztási Bizottság. A hvg.hu gyűjtése szerint a legtöbb ajánlás Karácsony Gergely adta le, több mint 41 ezeret. Dobrá Klára 34 ezer aláírás nyújtott be, utánuk Márkizai Péter, Jakab Péter és Fekete Győr András következik. Na hát itt vannak kollégáink, főnökeink, itt a vezetőnk a stúdióban, Bednárik Imre hírigazgató, jó reggelt kívánok és jó reggelt. Jó Akik nem csináltak még soha életükbe mondjuk politikai jellegű vitát, azok is pontosan érzik, vagy érzékelhetik azt, hogy amikor egy miniszterelnök jelölti vita kezdődik valahol, az valami iszonyatosan nagy felkészülést igényel. Hogyan zajlik ez így nálad így az elmúlt napokban? Uh... Részben nagy felkészülés, részben pedig azért ez egy előre szabályozott pálya. Tehát ugye itt az egyik legnagyobb fejtörést azt okozza, és erről beszéltem is, hogy hogyan lesz ebből vita. Tehát ide jön öt ember, akik mind azért jönnek ide, hogy győzzenek. De közben közöttük azért mégiscsak van egy stratégiai szövetség, Igen. sőt, hát gyakorlatilag egy közös programot alkottak meg. Tehát, hogy talán a nézet azonosság, az több, mint a különbség, vagy legalábbis ők azt fogják hangsúlyozni. Én pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amiben nem egyetért nem értenek egyet. Me, mennyire? Alatt, hogy, alatt, hogy látjátok különbség. a szervezésben, háttérben, mennyire nagyvonalúak, és mennyire uh, szeretik lecövekelni az alapokat? Tehát ki hol álljon? Mennyi időt beszélhetnek? Szóval, hogy ho, hogy készülnek a pártok? Az az igazság, hogy volt erről egy hosszas egyeztetés a, a, a jelöltekkel és a jelölő pártjaikkal, vagy a, a kabinetjeikkel, és tulajdonképpen e, mi is kértünk e, néhány, e, mi is lecövekeltünk néhány dolgot, ők is kértek néhányat, és a kettőnek a, a megegyezése alapján e, alakult ki szerintem egy érdekes és egy izgalmas műsor. Magyarán szólva előre egyeztetett kvázi témák is lesznek, ami kőkövön, kö de be kell tartani, úgy, hogyha jól értjük, és hát nyilván ez mégiscsak egy vita, ott adja majd magát az, hogy különböző különbségek lesznek. Ami egy fontos kérdés, hogy Emilia kérdezett, hogy, hogy a sakban is, meg egy csomó sportban ugye fontos az, hogy mindenkire ugyanannyi idő jusson. Ez lesz itt? Vagy lesz ilyen? Természetesen. Mindenkinek lesz lenne. egy kis órája? Nem lenne fér, de nem. Formális időmérést nem akarunk alkalmazni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen szerintem túlépett a világ, és valószínűleg sokkal kellemesebben lehet beszélgetni. Az én dolgom lesz az, hogy odafigyeljek arra, hogy, a, hogy, a, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, hogy az időkereteket betartsuk. Önmagában az, hogy ez az öt ember, Igazi vita ez persze az lenne, hogyha a hatodik púlpitosnál ott állna Orbán Viktor. De hát, ahogy ti ezt mondtátok az elején, ilyenre 15 éve nem volt példa Magyarországon. Így is nagyon nagy szó, hogy ez létrejön. Gondoljatok bele, hogy egy egy testépítő verseny, ahol mondjuk soha nem látjuk térben és időben együtt a jelölteket, hanem mindenki megmutatkozik a maga közegében, de nem állnak oda egymás mellé. És 15 éve Magyarországon ez folyik. Mindezt hány percben? Nettó 90 perc lesz, tehát hogy az a tervünk, hogy 20 óra 25-kor kezdünk, és negyed 11 folyik ez a, a vita. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy nem csak a az ATV-n fogjuk élőben közvetíteni, hanem <coughs> éjféltől megismételjük az ATV Spiriten, az atv.hu-n élő real time fog menni, tehát lekapcsoljuk az egyórás késleltetést, tehát aki tudja, akkor az atv.hu-n nézheti, az ATV Facebook oldalán is élőben fog menni, az ATV YouTube csatornáján is. Ó, mindent bevetünk. És és a Spirit Femen is élőben fog menni ez a műsor. András, és a, bocsánat, még a naphíre.hu-n is, ahol a, a, a YouTube uh, lesz beágyazva. Aha, de... Tehát, hogy ott is lehet követni. Kikerülhetetlen. Igen. Igen. Láttalak tegnap az Egonnál, és azt mondtad, hogy, hogy amikor tanítod a korábbi vitákat a diákoknak, akkor nem a tartalom ugrik be, hanem a karakterek, hogy ki milyen volt. Ami viszont egy nagyon vékony jég, mert hogyha itt mindenki hozza a saját karakterét, amit a tévé felnagyít, nagyon könnyen lesz valaki ellenszenves vagy rámenős. Ha valaki most tanácsadóként kérdezne téged, hogy kell egy ilyen vitára készülni? Ugye erről beszéltem tényleg, hogy a diákémmal szoktuk ezeket elemezni, és amik visszajönnek, azok a stílusjegyek. Igen. Nem azt mondják, hogy szerintem baromi jó volt az az elképzelés, ahogy mondjuk visszahozná a külföldre ment egészségügyi dolgozókat, hanem azt mondja, hogy meggyőző volt, vagy nekem túl erőszakos volt, vagy azt láttam a szemén, hogy, a, hogy mű maga sem hiszi, amiről Igen. beszél. Tehát elsősorban a stílusjegyek. Ettől ez még azt gondolom, hogy fontos. Tehát az, hogy Tényleg látjuk azt, hogy mennyire tud hitelesen beszélni arról, amit, amit mond, mennyire meggyőző, mennyire hiszem el neki, hogy miniszterelnökként hát egy ilyen színes koalíción keresztül tudja vinni az akaratát. Ez szerintem elképesztő. Igen, és biztos, hogy valamilyen szinten, bár ugye, ugye erről rendszeresen beszélünk, hogy ez még messze is vannak a választások, de mondhatjuk azt, hogy nagyon közel is vannak, de egy ilyen miniszterelnök jelölti vita, egy televíziós vita befolyásolja, vagy befolyásolhatja, főleg a bizonytalan szavazókat. A bizonytalanokat igen. Az a, az a tapasztalat, hogy általában aki már döntött, az mindig a saját jelöltjét látja a legerősebb. Hogy ő a legjobb a leg... de, de a bizonytalanok között bizony, bizony van ennek jelentősége. iszonyú nagyot fejlődött a világ, tehát itt vonatkozott a kérdésetek arra, hogy mennyire szabályozott ez az egész. 1960-ban volt az első ilyen televíziós vita az Egyesült Államokban, a Nixon-Kennedy vita. Gyűrött zakóban és smink nélkül egy ilyen hevenyészet háttér előtt, szóval tényleg azt az ember ma visszanézi, és nevetséges ahhoz képest, hogy ma mennyire előre minden részlet ki van dolgozva, és mennyire odafigyelnek ők is arra, hogy lehetőleg a legjobban szeretnek. Jülhet a közönség soraiban, és mutatjátok-e majd a közönséget, mert az is mennyit számít, hogy, igen, hogy csapódik igen, le egy hogy minden jelölt hozhat négy vendéget, uh -huh. és az a négy vendég ezen a téren fog elhelyezkedni, Aha. és a vita közben természetesen a, az ő arcukat is mutatni fogjuk, egy-egy feszült pillanatnál, hogyan reagálnak az eseményekre. Konkrétan ebben a stúdióban Igen. lesz. Igen. Ahol itt most mi ülünk, itt fog ülni a közönség, közönség. a másik oldalon lesznek a. Na, egyébként még a karakterekre van, akitől. Most azt mondom, hogy félsz, mert ilyet, ilyet nem félünk már senkitől, mert a tapasztaltunk, rutinunk megvan, de akire az ilyenkor az ember a legjobban készül, mert tudja, hogy a vérmérséklete. Akit legjobban kordában kell tartani. Igen. Nem, nem gondolom, hogy igen, olyan van, nem fogok nevet mondani, akinél azt gondolom, hogy fennáll az esélye annak, hogy minden áron megpróbálja végigmondani azt, amit ő szeretne elmondani, és hogyha ez kicsúszik az időkeretből, és inkorrekt a többiekkel uh -huh. szemben, akkor nekem muszáj lesz leállítani. Még egy dolgot nem árultunk De Én ezekkel az emberekkel mind dolgoztam, ugye számtalan beszélgetésen Igen. vagyunk Ölsze. túl, tudom, hogy hogy működnek ebben a közegben, hát, és azt gondolom, hogy feljárt. Tudjuk, hogy a napirében is mi tudjuk, hogy a vendégek néha meccsenek azon, hogy ki hova ül, ki hova áll majd. Ez hogy dölt el? úgy dölt el, abban maradtunk, hogy az előválasztási bizottság az elmúlt napokban kisorsolta azt, hogy milyen sorrendben kerülnek fel a szavazólapra. És mi is akkor azt mondtuk, hogy ezen nem nyitunk vitát, hanem abban a sorrendben aha, fognak aha. felállni a, a, a stúdióba. Karácsony Gergelytől Jakab Péterig okay. terjed ugye a lista. 20-25. Yeah. 20-25, ez 60 óra, idestolva, yeah. vagy 60 és fél. És akkor Köszönjük minden platformon, minden csatornán. Érdemes lesz néz. Somos András is itt van velünk. Szia!